koronavírus járvány időszakában az egyik leginkább meggyötört szektor az a vendéglátóipar, és hát Debrecenben szokás, hogy minden szektorral folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, de ez a kapcsolattartás a válság időszakában felértékelődik, és hát a vendéglátóipari egységek zárva vannak most már hosszú-hosszú hónapok óta, és ugye megértem a vendéglátósok türelmetlenségét is. Ugye áttekintettük a jelenlegi helyzetet, a debreceni helyzetet. Abban egyetértettünk, hogy a nyitást az oltás függvényében lehet szorgalmazni. Ezt nem lehet sietetni, mert Európában is számos példa van arra, hogy ahol ezt elhamarkodottan tették meg ezt a lépést, ott ez visszaütött, és újra zárások, újra korlátozások léptek életbe. Tehát ezt egy nagyon átgondolt stratégia mentén kell végrehajtani. Ugye az állami források, a kormányzati támogatások, bér- és járuléktámogatások azok érkeznek a vállalkozásokhoz. Megbeszéltük azt, hogy a következő hónapokban milyen javaslatok mentén lehetne együttműködést kialakítani Debrecenben az önkormányzat és a vendéglátó szektor mellett között. Ugye Debrecen esetében azt tudjuk mondani, hogy a város már eddig is jelentős támogatással segítette a fennmaradásukat, a működésüket ezeknek a vállalkozásoknak, hiszen az önkormányzat és az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati ingatlanos cég, a Civis Ház ZRT, több mint 230 vállalkozásnak ad bérleti díj támogatást. Tavaly 50, illetve 90%-os, és a pandémia időszakában ebben az évben is ezt a rendszert fenntartva 50, illetve 90%-os támogatásokat tudunk biztosítani. Egészen addig, amíg ez a veszélyhelyzet fennáll. Ráadásul az önkormányzatunk az iparűzési adó kis és középvállalkozások számára történő csökkentésénél, 1%-ra csökkentésénél több mint 3 milliárd forintos forrást hagy a vállalkozásoknál. Emellett kérték a szektor képviselői, hogy a nyitás utáni időszakban próbáljon a város olyan jellegű segítséget nyújtani, hogy programok szervezésével, különösen a belvárosban lévő ugye nagyszámú ilyen jellegű vállalkozás esetében ez jelent komoly segítséget, programok szervezésével próbáljunk meg az éttermek töltöttségéhez hozzájárulni, kihasználtságához hozzájárulni. Emellett nyilván vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy esetleg pénzügyi támogatást is nyújtsunk a vállalkozásoknak. Ugye a nagyságrendet figyelembe véve, és ugye különböző szektorokat is figyelembe véve, ezt meg fogjuk vizsgálni, ennek a lehetőségét, hogy erre lesz-e módja 2021-ben Debrecen önkormányzatának. És hát ezzel együtt nyilvánvalóan abban vagyunk érdekeltek, hogy a szolgáltatási szektor, a szolgáltató szektor együtt tudjon maradni, fent tudjon maradni. Vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy adott esetben a városi segélyalap felhasználásával munkavállalók számára bérkiesés szempontjából tudunk-e támogatást nyújtani. Ezeket a következő időszakban fogjuk ezekkel kapcsolatos döntéseket meghozni.